itt a kecskeméti konzervgyárban két meghatározó terméket gyártunk, a bébi ételt, és a most elkezdett rekonstrukció kapcsán növelni fogjuk a paradicsom feldolgozó kapacitásunkat, és szeretnénk azokat a nosztalgikus régi paradicsomos termékeket újra bevezetni, amiket valamikor ebben a gyárban nagy mennyiségben gyártottunk és forgalmaztunk. Szokták mondani, hogy nincs új a nap alatt. Az ízlések változnak, új csomagolásban, új köntösben, de a tartalom az változatlan, jó minőség és garancia az univer. Az elmúlt évben olyan döntés született, hogy mintegy 3 milliárd forint értékben a környék, a régió legnagyobb és legkorszerűbb paradicsomfeldolgozó beruházását kezdi el az Univer Product Zrt. Már merem azt állítani, hogy a céljaink megvalósultak, a paradicsombetakarítás kezdetére fogadóképesek leszünk. A termeltetési struktúránk úgy néz ki, hogy egy 6 termelői szervezeten keresztül vásároljuk fel a paradicsomot, de a 6 termelői szervezet körülbelül 250-300 termelőt, családot ölel fel. Augusztus 10-től szólt a szezon kezdete, augusztus 11-én meg tudtuk kezdeni a legelső fajtával. Első fajta egy kicsit a várakozás alatt teljesített mennyiségben, minőség az megfelelő volt, de azóta a fajták azokat a mennyiségi mutatókat hozzák, amiket elvártunk tőlük. 800-900 mázsa között jön le fizetős súlyba. Amit elvártunk ezektől a korai fajtáktól augusztus 20 előtt, ez jó mennyiség. 80 hektár területet vállaltunk. Mostani tudásom szerint, vagy ahogy látom a táblákat, úgy gondolom, hogy olyan 7000 tonna lesz a betakarított mennyiség. Én úgy gondolom, hogy az Univer jókor és nagyon jól döntött akkor, amikor megvásárolta ezt a világszínvonalú technológiával rendelkező feldolgozó gépsort. Ezzel biztosítani tudja azt a minőségi színvonalat, amit a világ megkövetel. Ezután kinyílnak a kapuk azok előtt a vevők előtt is, akik eddig nem vásárolták az Univer termékét. Ha valaki Catelli gépet használ, ott garantált a minőség. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a világ paradicsom termésének a 65%-át Catelli gépekkel dolgozzák fel. Jelentős többlet hőenergia igény kielégítésére van szükség, amelyet az egyedi paradicsom sűrítéshez hasonlóan a hőenergia igény kielégítését is egyedi módon oldottuk meg, nevezetesen ebben az esetben biomassza tüzelésnek az elkészítésével. A biomassza tüzeléshez különféle faaprítékokat és paradicsom passzírozási maradvány keverékét használjuk. A faaprítékokról el kell mondjam, hogy ehhez egyetlen egy fát sem szükséges kivágni, ugyanis kifejezetten vágástéri hasznosításra már alkalmatlan alapanyagokat, tuskókat és raklapüzemi maradványokat használunk. A paradicsom passzír maradvány pedig az üzemben keletkező olyan melléktermék, amelynek az eddigi elhelyezése gondot okozott, és most pedig egy olcsó, gyakorlatilag ingyen energiahordozóhoz jutunk ezáltal. Így nagyban hozzá tudunk járulni az Univernek a gazdaságos működésének az elősegítéséhez. Mi paradicsomvelőt vásárolunk, nekünk a legjobb minőségű paradicsomra van szükségünk, így jutottunk el az Univerhez. Ez az új technológia, amiben az Univer befektetett, lehetővé teszi számára, hogy nagy mennyiségben és kiváló minőségben gyártson paradicsomvelőt. Ez igen fontos számunkra, mert nagyon jó alapanyagot kapunk, kedvező áron. Jó azt látni, hogy az olyan cégek, mint az Univer új technológiákba fektetnek. Ebből a paradicsom alapanyagból fogjuk gyártani a legjobb ketchupunkat. Ma 45 országba exportálunk ketchupot, az Univer paradicsomvelőből készült termékeket elsősorban Németországban kívánjuk majd értékesíteni. Már kaphatóak az új technológiával gyártott univeres paradicsom alapú termékek az üzletekben. Az elmúlt években több mint 1650 településen napi 1,5 millió vásárlónk már hozzájutott ezekhez a termékekhez. Mi különösen örülünk ennek a beruházásnak, hisz magyar földben
magyar termelők által gyártott, magyar üzemben készített paradicsomról van szó, amit mi magyar üzletekben értékesítünk. Én hiszek abban, hogy ez a Verticum az Univer magas minőségével, hozzáértésével közösen sikerekre vezet bennünket, és együtt jelentősen tudjuk növelni az értékesítésünket, és még több embernek tudunk munkát adni, mind a kereskedelem, mind a magyar iparban.